Rövidesen majd láthatnak egy videóklipet is, de előtte a készítőkkel beszélgetünk, Fitos Viktor és Bódis Gábor a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk. Hát Gáborral leginkább akkor szoktunk beszélgetni, amikor indul a mandala nyár. Viccesen így köszöntünk is egymásnak, hogy mindjárt indul a mandala nyár, nem sokat kell várni, fél év és aztán majd... És ó, hát akkor pláne majd elmeséled, hogy mi lesz. Játszunk jót összefogása a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatására. Ezért alkottátok meg tulajdonképpen ezt a videóklipet. Viktor, honnan jött az ötlet, hogy egyáltalán belefogj ebbe a munkába, hiszen ezt részben, nagy részben te forgattad, te vágtad, tartottad a kapcsolatot a többiekkel, és hát sikerül sztárokat megnyerni ehhez a kezdeményezéshez. Így van. Hát maga az ötlet az még júniusban nyúlik vissza, amikor felmerült ez, hogy na, csináljak egy olyan dalt, ami tulajdonképpen egy kicsit a gyerekeknek szól, kicsit egy összefogás dalt szerettem volna. Ugye én folyamatosan az életemben gyerekek közelében dolgoztam. Akár mint színész, akár mint zeneszerző, mindig volt egy csoportom, vagy gyerekeknek kellett írnom dalt, stb. És mióta 4 éve apuka lettem, így még szociálisabb lett a lelkem, úgyhogy igazán a legnagyobb inspirátorom a kislányom volt. És tulajdonképpen ez részemről egy hálaadás annak, hogy hál' Istennek egészséges gyereket nevelhetünk a feleségemmel. És mivel ugye az alapítvánnyal, akiknek felajánlottam ezt a dalt, ugye ez nem felkéréssel készült, hanem én kerestem meg az alapítvány vezetőjét, hát így Ritát, és ajánlottam fel nekik a dalt. Ez tulajdonképpen az alapítvánnyal én 8 éve kapcsolatban vagyok a feleségem által. Támogattuk már őket korábban is, és így evidens volt, hogy na, akkor a beteg gyerekeknek szeretnénk ezt a dalt felajánlani. Hogyan tudnak segíteni azok, akik mondjuk szeretnének? Leginkább a klipet megnéznék videó megosztó portálokon, és igazán lájkokkal, de leginkább a megosztással tudják, hogy minél több személyhez, fülhöz eljuthasson a dalunk. És ezzel nyilván egy fizikailag is bevételt tudunk produkálni, és tulajdonképpen ezt szeretnénk, ezt a részét felajánlani. Uh-huh. Illetve itt nem feltétlen az anyagi oldala, ami jelentős, illetve fontos, hanem inkább az, hogy felhívjuk a figyelmet is, és országosan lássa egy teljesen más réteg és az első gyerekeknek a segítésének a fontosságát. Mert ugye az alapítvány dolgozik, egyébként ők is az éven 30 évesek, az alapítvány dolgozik más sport réteggel, vagy résszel, és én viszem ezzel a dallal tovább a kulturális művészeti részt. És ugye bár így egy teljesen más közönséget tudunk megszólítani, főleg ezeknek a sztároknak a részvételével. Annak idején sok-sok évvel ezelőtt beszélgettünk az egyik főorvossal, aki egyébként leukémiás gyerekekkel foglalkozik Debrecenben, és ő említette, hogy 3 megyéből Szolnok, Hajdú és Szabolcs megyéből érkeznek általában gyerekek, és nem tudták megfejteni, hogy miért, de Szabolcsban kiugróan sok volt például az ilyen gyerek, úgyhogy hát visszavezették sok mindenre, Csernobiltól kezdve mindenféle de szóba került, tehát ilyen szempontból is talán nagyon jól jön majd ez a figyelemfelhívás. Hogy jött képbe a mandala? Hát, Viktorral mondhatni most már nem egy, hanem több éve vagyunk egyfajta munkakapcsolatban. Hát a vírus miatt tolódik az, amit mi elképzeltünk és elterveztünk. Erről még most nem nagyon tudunk részletekbe beszélni, de egy zenés színházi produkció megalkotásán dolgozunk, aminek még a címe is titkos egyelőre. Reméljük, 30 hogy, év. Reméljük, hogy eljön az idő, amikor erről is beszélhetünk. Szerintünk el fog jönni. Így aztán, miután tartjuk a kapcsolatot, Viktor megkeresett ezzel az ötlettel, és kérte a segítségemet, hogy valamilyen módon tudjuk-e segíteni ennek a dalnak a létrejöttét. És hát gyakorlatilag a Mandala Dalszínház egyfajta anyagi támogatóként szállt be ebbe a történetbe. Így tudtuk segíteni azt, hogy ezt az egész dal felvétele, a logisztikája, minden meg tudjon valósulni. Engem ez örömmel tölt el, mert a Mandala Dalszínház, mindig elmondjuk, ugye nem kőszínház, és az elmúlt 30 évben mi nagyon sokszor fordultunk másokhoz segítségért. Uh-huh. Ezúttal most mi segíthettünk, ugye személyes érintettségem nekem is van, hiszen édesanyámat is sajnos egy daganatos betegségben veszítettem el, és hát nem kellett messze menni, ugye Dobos Laci kollégánkat is, a színház alapító igazgatóját is szintén hasonló betegségben veszítettük el, tehát személyes érintettség is van. És egyébként a Mandala Dalszínháztól az elmúlt 30 évben sosem állt távol a segítség, de ez elsősorban
valamilyen fajta előadás, vagy belépőjegyek felajánlásában merült ki. Például kiemelném az Évfolyésszal való szinte 3 évtizedes nagyon jó kapcsolatunkat, de a gyermekek átmeneti otthonától kezdve szociális otthonokban mindig jelen vagyunk, és ilyen típusú fellépéseknek eleget szoktunk tenni. Mondhatunk néhány nevet, akik szerepelnek ebben a klipben, akik énekeltek? Természetesen, sőt, hát róluk szól ez a munka. Kós Réka, a Dunai Tamás, Füledi Niki, Nádasi Veronika, Miller Zoltán, Vágó Bernadett, Mahó Andrea, Jan Zakata, Csonka András, Balázs Andrea, Peller Anna. Ez olyan, mint az oszkári átadás. Kinek köszönöm? Rengeteg, 173-an vettek részt ebbe a produkcióba, minden művész beleértve, ugye a zenészeket, a kórust, az előadókat. Úgyhogy nagyon nehéz felsorolni, de talán igen, a Papa Dimitru Atina részlete, a Kerényi Miklós Máté, a Andrádi Zsanett, a Karfia is, úristen, felsorolhatatlan, tényleg 24-en voltunk a szóló énekesek a klipben. Ugye Gábor is részt vállalt benne, én mint szerző is szerettem volna ott lenni, illetve az Operett és a Madách Színház sztárjai, Tunyogi Bernadett, és, uh-huh. és tényleg biztos, hogy kihagyok valakit. És én azt hiszem, hogy emeljük még ki a dalszövegíróját. Hát dalszövegírója nyilván én egy öreg jampinak hívom, a Valla Attila. Hát ő egy nagy múltú, Huszka Jenő, aranyzsiráf, Emerton díjas művész. Ővel 10 éve dolgozunk együtt, csak ő írta nekem eddig az eddigi dalaimat. Ugye dolgoztunk mi a Király Lindával, a Szingvikivel, a Demeter Erikkel, nagyon sok művésszel, és én Attila mellett tanul leraktam a boksomat, és hál' Istennek jól működünk együtt, úgyhogy nem most volt kérdés, hogy őt kérjük fel erre a produkcióra, vagy kérem fel erre a produkcióra. Ő mondott először igent, és akkor utána indult el, hogy na, ugyan kikkel lehetne ezt megvalósítani. És mivel, hogy ugye nekem eredeti szakmám a színművészetit végeztem musical szakon, így maga a zenéségem is egy kicsit teátrális, mint ma a pop vagy a rock zene lenne, és kvázi evidens volt, hogy színészekkel fogom ezt nem kicsit teátrális munkámat ugye végigvinni, hogy tényleg hiteles legyen az ő szájukból. Hát nagyon sok órát dolgoztatok, amíg elkészült ez a videóklip. Szerintem ne csigázzuk tovább a nézőket, úgyhogy most jöjjön ez a klip, és hát hogyha valakinek tetszik, vagy szeretne segíteni, akkor a legfontosabb, hogy ezt ossza meg, keresse meg a videó megosztó portálon, és akkor ezzel segít tulajdonképpen az alapítványnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük, további jó munkát kívánunk nektek!